Már el is kezdte a felkészülést a Ferencváros labdarúgó csapata, hétfőn ki is sorsolják az Európa Liga elejtezős ellenfelet, a keretet megerősítettek, megerősítették, érkezett például a korábbi német válogatott csatár Benjamin Laut, és nem ment el Nász útra a csapatkapitán Gyömbér Gábor, aki most itt van nálunk zöldfehér kilátásokról beszélgetni, meg persze VB-ről, hiszen ő maga is futballozott fiatalként annak idején egy évet Brazíliában. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, a Gábor, elég volt neked ez a pihenő, Már a felkészülés egy olyan cél, Ért, és azért is volt kevés a pihenő, amire azért egész évben nagyon vágytatok. Igen, megmondom össze, elég volt ez a két hét, éppen elég volt arra, hogy megünnepeljük ezt a tavalyi szezont, úgymond szerintem ez nagy siker volt ez a tavalyi szezon, mert ahol befejeztük az őszt és ez a tavaszi hagyjárat, hogy kilenc meccset nyertünk Zsinórba, ez szerintem nagyon nagy eredmény volt a csapattól. Igazából ez alatt a két hét alatt nem nagyon kellett foglalkozni a futballal, csak annyit, hogy mondjuk néztem a világbajnokságot, de azért is volt jó, hogy csak két hét volt a pihenő, mert így nem kell a nulláról kezdeni a csapatnak, nem volt idő igazából, hogy leereszünk. A lehetőletből a... lehet folytatni. Így van, és ez látszott is az első edzéseken is, hogy aránylag jó állapotban tért vissza a csapat. Na most a kedvesed annak örülhet, hogy a szakállattól végre megszabadultál egy, egy félre sikerült Fogadás miatt, hát azt mondja az ember, hogy az esküvőnél nincs jobb pihenés, a nászutat azt, azt elhalasztottad éppen a, a felkészülés tempója miatt, azt, azt mikor tudod pótolni majd? Hát. Hogyha már csoportkörben vagytok az Európa Ligában, vagy akkor aztán legkevésbé? Én úgy számolok, hogy decemberben, akkor is lesz egy hosszabb pihenő, majd akkor el szeretnénk menni egy hosszabb időre külföldre. Valami jó kis meleg éghajlatra? Hát most Ausztrália van célba. Uh -huh. Na most, hát neked aztán ebből a terhelésből bőségesen volt részed a szezonban. A teljesítményeddel mennyire voltál elégedett, és mi az, amiben szerinted ebben az évben, ebben a csapatban leginkább sikerült fejlődnöd? Felemás volt a szezonom. Ugye ősszel, uh, még a ricardo um, sajnos nem a, pozí a pozíciómban játszottam. Hát ezt akartam mondani, hogy a Muniznál ugye védőt játszottál. Igen, sokszor a igen, jobbeket kell játszanom, illetve néha a belső védőt, ilyen okok miatt, ilyen olyan okok miatt, valamikor taktikai okok miatt, valamikor a sok sérülés miatt. Hát az, az igazság, hogy én előtte sosem játszottam ezekben a pozíciókban, úgyhogy én megpróbáltam a tőlem telhetőt a maximumot nyújtani, valamikor ez sikerült, valamikor nem. Tavasszal viszont a, ugye a Tomás érkezésével Megkaptam a kapitányi szalagot, ami nagyon nagy lökést adott nekem az önbizalom terén, illetve betett a, abba a pozícióba, ahol egész életemben igazából futballoztam. Sokkal otthonosabban érzem itt magamat, sokkal jobban is ment a játék, hál' Istennek a csapatnak is jött az eredmény, hogy a tavaszra nagyon szép emlékekkel gondolok vissza. És benned nincs most akkor egy kis agódalom, hogy hát most lehet, hogy meg jobb hátvédnek kell majd lenni, hogyha úgy aludik a helyzet, hogy a Jovanovic elment, Besics nem tudjuk, hogy még mi lesz, ott van a világbajnokságban játszik, vagy most már biztos lehet abban, hogy a Cséká kimozdíthatatlan a kedvenc posztjáról és kedvenc helyéről. Hát azért nem hiszem, hogy olyan extra klasszis teljesítmény a jobbakba, hogy mindenképpen nekem kell majd ott játszanom. Jó, hogyha én ott maradok a pálya közepén, abban örülnék én -e neki. Mit látsz, hogyan tudnád az első reakcióból jellemezni az érkező játékosokat? Hát először is arról szeretnék beszélni, hogy nagyon nehéz dolg volt a vezetőségnek is, ugye, már július 3-án már meccset játszunk az Európa Ligába, úgyhogy fontos volt, hogy minél gyorsabban megerősítsék a csapatot. Mert azért látszott a tavalyi szezonból, hogy erősítésre azért szükség van a csapatnak, hogy az Európa Ligába is helytálljon a csapat, illetve hogy a bajnokságban szebb uh, eredményt el tudjunk érni, mint tavaly. Hát idáig uh, hat játékost igazoltunk, uh, nekem az első benyomások azok nagyon pozitívak. Az edzéseken is látszik, hogy uh, az én szerintem uh, erőségei lesznek a csapatnak. Itt egy nevet szeretnék úgy kiemelni a Benny Lautot, aki Bundesliga győztes, Német válogatott német, volt. V, német válogatott, rengeteget játszott Bundesliga első osztályba, másodosztályba ontotta a gólokat, nagyon remélem, hogy komoly erősítése lesz a csapatnak. Mit gondolsz szerkezetileg, hogyan fogtok változni, alakulni, például ő és Böde Dani együtt? Ezt még nem tudjuk, ugye most kezdtük a felkészülést, igazából még nagyon nem is volt ilyen taktikai játék, vagy nem álltunk fel 11-11-en játszani, ezt majd az edzőnk eldönti, hogy ő hogy látja, melyik a legjobb felállás a csapat szempontjából, vagy a keret szempontjából, hogy a legerősebbek legyünk, ez majd még a jövő zenéje. Mit tudsz, mit gondolsz, további változások, mármint hogy érkezések azok még mennyiben várhatók? Hát a távozásoknál persze eh, Mohamed Besis kérdés az, az, nyitva marad, az biztos a világban a Igen, a Besisnek a helyzete is még nyitott, illetve szerintem a Pavlovics helyzete is még nyitott kérdés. Eh, én úgy hallottam, tegnap volt egy sajtókonferencia a Népligetben, akkor az orosz pál azt mondta, hogy számukra még egy lyukas poszt van ez a jobb hátvéd. Igen, egyértelmű. Ide valószínű, hogy még jönni fog igazolás. Nem hiszem, hogy olyan nagy mozgások lennének már most már jövőben. Besics esetében furcsa a helyzet, hiszen ha nézed a világbajnokságot, akkor nyilván szurkolsz. Nem annak, hogy a bosnyákok minél tovább jussanak, de azzal, hogy szorítunk és szurkolunk, az a lehet, hogy egy kicsit távolodik is a Fraditól, nem? Igen. Megmondom őszintén, eddig egy éjféli mérkőzés láttam, ez a bosnyák-argentin mérkőzés volt. Természetesen az egész csapat, köztük én is nagyon szurkolok a Besának, hogy nagyon jó eredményt érjenek el a válogatottjukkal, illetve ő egyénileg is, hogy nagyon jól Jó, Ő jó, ott például a másik poszton játszik. Igen, a középpályán kicsit és kicsit nagyon jó is. És más a helyzet, nem? Mint, a, mint, mint náladnál, náladna. úgy értem, hogy. Igen. De ő elég univerzális játékos, nagyon jó képességekkel van megáldva, genetikailag is nagyon jó felépített játékos, és úgy szállt be ebbe a bosnyák válogatottba, nem is tudom, tíz mérkőzésre talán a háta mögött, hogy szinte meghatározó játékos a a válogatottnak. Neked mik az érzéseid? Van arra, szerinted, a realitás, hogy veletek együtt fog harcolni az Európa-ligában? Hát, rá, és ha én reálisan nézem a dolgokat, akkor nem. Szerintem nagyon nagy hiba lenne, hogyha ő még itt maradna egy évet. Ezt azért mondom, hogy személy szerint én nagyon örülnék, hogy ott lenne a pályán, mert nagyon nagy segítséget nyújt a csapatnak, de az ő fejlődése szempontjából szerintem már ez az ember egy nem elég. Gábor, azt mondanak, hogy ha az Európa Ligára gondolunk, idén még Oroszpával beszélgetünk itt a héten, és ő is mondta, hogy idén még a csoportkörbe kerülés nem feltétlenül kötelező. Most próbálgatjátok, hogy a nemzetközi porondon meddig tud ez a csapat eljutni. Látva a lehetséges ellenfeleket a selejtezőben, hova nem utaztál, utaznál annyira szívesen? Hát igen, ezt szoktuk beszélni az hogy kellett hogy nem, nem, nem szívesen menne a csapat. Tehát ez nem kívánság műsor. Természetesen jobban örülnénk egy andorai kirándulásnak, vagy egy Freverel szigetekre. Én úgy látom, hogy az első körből most már azért illene továbbjutni, hogy Ugye a tavalyi sikertelenség, a magyar csapatoknak a sikertelensége után most már azért élene az első kör után tovább lépni. Hát igen, a csoportkör azért még elég távolinak tűnik, de hát egy jó sorsolással még szerintem ez is elérhető. A Uh, ugye, ugye szűk két hét, mire indul az Európa Liga, és még egy kicsit tovább, még a Puskás Stadionban fogtok érteni, egy kicsit tovább tartasz, hogy beköltözzetek az új stadionba. Ez az új stadion, annak a közege és a vélhetően és várhatóan megemelkedő nézőszám, az akár helyezésekkel is repítheti majd a csapatot előre a bajnokságba? Még kettővel kellene a célkitűzések szerint az ideihez képest. Természetesen mi is arra számítunk, hogy azért ez a hazai stadion, ez egy pokol lesz az ellenfelek számára Ugye, tegnap én olvastam a fórumokon, hogy van egy kis vita a szurkolók és a Igen. vezetőség között. Ez egy nagyon nehéz szituáció, nem is szeretnék állást foglalni. Meg... nem fogsz beszállni ebből a Nem, nem, meg nagyon nem is látok olyan mélyen bele ebbe a, a dologba. Az biztos, hogy nagyon nagy szükségünk van a szurkolóinkra, mert ez a tavalyi eredmény is nagy részben nekik is köszönhető, mert amikor a csapat csak középmezőnyben volt, ők akkor is költöttek 6-7 ezeren. Ugye a tavalyi 9000 es átlagnéző számot felszeretné tornázni a klub 14-15 ezerre, és az a, az a új stadionban, az a közel, ez a 14-15 ezer ember az szerintem egy, egy igazi pokolt teremt az ellenfelek számára. Te a játékodban, a teljesítményedben miben szeretnél még előrelépni ebben a következő szezonban? miben erősíteném még Hát van hova, van hova azért még fejlődni. Szeretnék egy stabil teljesítmény utáni szeretnék minél többet játszani, ez a kitűzött célom. Hogy most kapitányként újra megválasztanak, vagy nem, az most teljesen más. Mikor adott. lesz kapitányválasztás? Hát gondolom majd az első tét, mert csak előtt majd lesz egy meeting, ahol a vezetőség el fogja mondani, hogy ki lesz a kapitány szeretnék a csapat hasznára lenni, szeretnék a pályán minél többet tenni a Ferencvárosra. Igazából nekem ez a, ez a célom a jövő szempontjából. Ifjúként annak idén megtapasztaltad és megkóstoltad Brazíliát egy időre. Azt téged, ha a t nézed, brazil szurkolóvá tett? Nem. Én német szurkoló vagyok. A klubcsapatban én a Bayern München-nél rajongok, illetve most a német válogatott tér, úgyhogy remélem, hogy ők nyerik a világbajnokságot. Úgyhogy eddig nekem nagyon tetszik a világbajnokság, szerintem elég magas színvonalú mérkőzések vannak, tehát ház jó hangulat, mi kell még ez a világbajnoksághoz. A németekre nem lehetett panasz, mellettük mely válogatottak játéka nyert el a tetszésedet? Szerintem Argentina elég erős csapattal játszik most a világbajnokságon, szerintem nekik is nagy szanszuk van. Illetve már a brazilok nem nagyon győztek meg ez az első két meccsükkel, de azért a hazai pályán szerintem ők is elég esélyesek. És azt mondja Gábor, hogy ha a, szintén a vb maradva nézzük ezeket a csapatokat, akkor melyek azok a válogatottak, ahol olyan erényeket vagy olyan játékot fedeztél föl, ami akár a, a hasonlíthat és ami a, a Fradi sajátja is lehet? Hát mi a Fradival igazából a, is ez elég, a tavaszi szezonban is látszott, hogy egy masszív védekezésre épül a mi játékunk. Emellett próbáljuk a támadásokat is építeni rövid passzokkal, nem ilyen ívelgetős futballt játszunk. Nekem a németek játéka áll legközelebb szerintem ehhez, ők is sok mozgásos, rövid passzos játékot játszanak, egy eléggé szilárd védekezéssel. Remélem, hogy mi is ilyen eredményesek leszünk. Évre, a, és a következő szezonban. A, a, szimpátiaidat félretéve is azt gondolt, hogy ők lesznek a világbajnokok? A németek? Szerintem igen, megérett ez a generáció arra. Ugye az előző világbajnokságon is szinte majdnem ez a keret volt, de akkor még nagyon fiatalok voltak, illetve nem volt annyi tapasztalat hátuk mögött. Most pedig, ha megnézzük a kezdőcsapatot, szinte ugye egy Bayern München gerincre épül a német válogatott, elég jó szezonjuk volt, nem csak a tavalyi, hanem az az előtti is, ugye mindent megnyertek Európába, nagyon bízom benne, hogy be fogja jönni ez a generáció. Hát és akkor legalább ennyire bízó, gondolom, hogy a Fradinál is ugyanez majd bekövetkezik. Jó munkát nektek, meg jó szereplést az Európa Ligában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én és köszönöm a kívást.